So what was your best part of the Aveiro event? Of the Aveiro event? Yeah, surfing. I remember that you and I were the only talented guys. This is bad for me. Zsiveli! Zsiveli! Make it good. So Stefan, that's why you will get a diploma to clean a coffee. Sziasztok, itt vagyunk a második napon, hát már 4 óra van, 4-5 körül, most jöttük ki a városba, kicsit sokáig aludtunk, de mondjuk kb. 6-7 között jöttünk vissza a buliból, mivel kint volt az Isten háta mögött, úgyhogy vagy 1 óra volt oda jutni, meg 1 óra volt vissza kerülni a lakáshoz, aztán lefeküdtünk, aludtunk, egy jót kipihentük magunkat. Most pedig kicsit szétnézünk ma a városba, holnap pedig csatlakoznak majd még mások is hozzánk. Not this son, but son of a father, or son of a bitch. Ez a mai nap szerintem nem lesz túl hosszú, lehet, hogy a holnapi nappal egybekötöm videóban, de láthatok majd, hogy miket csináltunk. Most éppen jöttünk ide a folyópartra, itt fogunk kicsit sétálgatni. Bocsánat, napért. Ott a háttérben látszik, van pár új építésű felhőkarcoló. Nevezzük felhőkarcolónak. Most itt pont bontják az egész parton a régi épületeket, és ide egy új negyed fog épülni. Ilyen iroda negyed, meg modern negyed. Találkozunk majd a következő jelenetekben. So what was your best part of the Aveiro event? Of the Aveiro event? Yeah. Surfing? Surfing, yes. Oh, I would like to surf again. Like surfing, it's the best thing I've ever tried in my life. Go to surf. Yeah, that was a really good experience. Yeah. I remember that you and I were the only talented guys. I think that you were the best. You think so? Yeah, I saw a lot of good moves from you. I also like surfing. Other than that, actually I really like Porto. Just like walking around Porto, walking around the bridge. Yes. That was a really nice place. It's really beautiful. I think that the most important point about the Aveiro event is that there was like small amount of people. There wasn't too much of us. We managed to connect really good. We made a little family. Exactly. Which is still connected. Yeah, actually we are. So. It's amazing how after a long period of time we are still communicating through the group. Yep. I love you. I love you people from Aveiro event. Azt gondoltam egy pillanatra, hogy hazataláltam, mivel itt van egy kis kültéri, hát nevezzük edzőteremnek, de igazából nem tudom ezeket a gépeket, hogy találták ki, vagy mire találták ki, mert nem lehet rajtuk effektív semmi értelmeset csinálni. A legtöbb ilyen kültéri gép, amit
ami Magyarországon is van, ott legalább megemel egy saját magad, miközben próbálod csinálni a gyakorlatot. De itt effektív csak ez a kar mozog, és van benne valami ellenállás a tetején, de semmi különös, főleg két kézzel csinálva. Így egy kézzel még azt mondom, hogy valamit érne, de tényleg csak a kinyomásnál van valami ellenállás. Semmi extra. Úgyhogy nem lesz ebből itt most nagy edzegetés. De nyáron persze attól tekintve jó kis funkcionális edzést össze lehet rakni itt ezeken a gépeken, kis 25-30 perces heat köredzéseket. De most nincsen nyár, meg most nem arról szól ez a rándulás, hogy itt után elkezdek kint edzeni. Már elkezdett sötétedni, itt vagyunk, ahol építik a úgymond új városrészt, vagyis felújítják ezt a városrészt. Nap is most már nem ment teljesen, de nagyon szép a kilátás, viszont itt már nagyjából csak építkezés van, ahol most járunk, úgyhogy megyünk kajálni valamit, meg kávézni egyet, és nézzük meg, hogy sikerül-e így eljutni a kávézóba. Na, meg is érkeztünk valami kis kávézóba. Még nem tudjuk, hogy hol vagyunk, vagyis hogy még Stefán se volt itt, csak ajánlották neki. De egy előre kis felszínek néz ki a hely. But I guess we are... Okay, szerintem itt kell bemenjünk. Do you want to sleep in? Huh? Do you want to sleep here? Yeah, it looks good. Hello. Na, ma már nem tart a, úgymond a diéta, úgyhogy most kicsit bűnözünk, megyünk. A másik asztalnál már eszik, mindjárt megzabálom az asztaláról, nagyon jól néz ki. Majd bevágok pár képet, hogy mit is kajáltunk. Na, most fejeztük be a kajálást, a palacsintát, amit láttatok. Ha valaki itt jár Belgrádba, akkor mindenképp ajánlom ezt a helyet. Glumac névre hallgat. Glumac névre hallgat. És őszintén a legjobb palacsinta, amit életemben ettem. Mindenképp valamilyen csokis cuccot javasolok plazmával, ami egy helyi szerb kex. Mindenképp gyertek le ide és próbáljátok ki, hogyha errefele jártok. Bejöttünk közben egy mondhatni lokális helyi kis szerb étterembe. Itt fogunk most vacsorázni. Mint látjátok, van jó kis élőzene, de a kaják is jó szerb házi kaják lesznek. Majd megosztom veletek azt is, de már nagyon izgatott vagyok. Ezzel kapcsolatban, mivel a szerb konyháról csak jó
amit lehet mondani. Stefan, what do you think? What are we going to eat? Some ribs. Ribs, okay. Nincsen szerv vacsora desszert nélkül. Itt van fél órával múlt éjfél. Befejeztük a vacsorát, meg a borozást. Ha valaki itt jár Belgrádba, akkor Jakarta nevű hely. Ajánlom mindenkinek. Nagyon jó a kaja, úgyhogy gyertek, próbáljátok ki, látogassátok meg ezt a helyet. Zsiveli! 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 Még egy kör. Szerintem a videók, amiket csináltam, azok majd szépen át fogják adni a feelinget. Ugye vannak zenészek, voltak zenészek, és tényleg mindenki így nagyon át volt szellemülve. Ilyen jó kis szerb hangulat volt itt. Igazából eléggé tudnám hasonlítani otthoni vendéglőkhöz is, de főleg olyankor, amikor van valami esemény, akár ilyen kicsengetés vagy ballagás. De itt csak egy random péntek este volt, és itt voltak a zenészek, ugye nagyjából itt is ilyen roma muzsikusok húzzák a zenét. Jó volt, nekem nagyon tetszett. You have to clean up for yourself. You see, that's how we do things here. Such a big okay. If you stay until 3 a.m., then you have to clean up yourself. Oh, Stefan, you are doing it so professionally. So, in Serbia, when you want to get a free beer, you just clean up the bar. And this is because of belief? You think that if you do something good, you get something good? Stefan, yesterday was a bartender, today he's a cleaner. Yes. And tomorrow you have to be humble. You have to be humble. You have to be humble. Yeah. Tomorrow I will become what? What? A guide. But you've been a guide today also and yesterday. I'm going to imaš mogu crno isto. Znači crno isto preko ove. Čovjek dole. Ajde. Isto. Treba zatvoriti. Ovo će izaći na YouTube. Ako she's already giving you orders. She thinks that she is your boss. Yes. That's what I deserve after that lame joke. So Stefan, that's why you will get a diploma to clean a coffee. You know I can do it without a You're diploma. You're making fun of the cleaning? I'm making fun of Stefan. I wouldn't make fun of me because she can easily give this to you. What? She can easily give this to that you one and to me, then yes. make you clean this instead of me.